Folyamatosan fellép, komponál és non-stop szervez. Mai adásunkban végre beszélgetek kamerák előtt is nagyon jó barátommal, Lakatos Robi Brácsa és hegedűművésszel, akit rendkívüli tehetségnek és rendkívüli embernek tartok, aki éjt nappal át azon dolgozik, hogy minél többet tudjon tenni a szlovákiai magyarság zenei kultúrájának megőrzéséért és zenei hagyományainak megismertetéséért. Luxemburgban az minden koncert szinte az egy ünnep volt, amikor a tényleg olyan szólistákkal játszottam, ami csak olvasni lehet róluk. Barak Dávid. Szinte pár hét alatt megismerhettük a fiatal író nevét, aki olyan témához nyúlt, amihez kevesen mernek, és ami szinte mindenkit érdekel. Dávid ugyanis megírta a dunaszerdahelyi maffia történetét méghozzá tényszerűen, fikciók nélkül. Az Elásott igazság című könyvében a maffia felemelkedéséről és bukásáról szól. 2018 óta, tehát mondjuk az utóbbi két évben fogalmazunk így ilyen körülbelül 20 holttestet találtak a környéken, és további 20-30 gyilkossággal kapcsolatban még folyamatban nyomozás. Lakatos Robival legújabb munkahelye előtti parkban kezdem a beszélgetést, ugyanis egy éve ő vezeti a Komáromi VMK-t, azaz a Városi Művelődési Központot. Robi, hogy emlékszel-e te arra a pillanatra, amikor úgy először találkoztál a kultúrával vagy a zenével, az a pillanat, ami úgy megfogott téged gyerekkorodban például? Igazából, ami megfogott? Pontosan emlékszek arra a pillanatra. Május volt, Sejjén a nyári amfiteátrumban, szabadtéri színpadon. Ennek van egy előzménye, én jártam egy ilyen magánórákra, és eljön egy hegedű tanárhoz, és neki a lánya tanított Galántán a zenesuliba, és ő játszott egy akkoriban alakult népzenei együttesbe, aminek az volt a neve, hogy Csiholok zenekar. És a hölgy terhes lett, és egy órán, amikor ott Sejjén voltam az apjánál, mondta, hogy Robi, nem lenne kedved helyettesíteni engemet a zenekarba. Hát nem tudtam, hogy miről van szó, mondtam, na persze, kipróbálom. És akkor megtanultam két dunántúli ugróst, és akkor elmentem erre a próbára, a Vágsai szabadtéri színpadra. Ott találkoztam egy brácsás hölgyel és egy bőgös fiúval, és elkezdtünk együtt muzsikálni. És az volt az a pillanat, ami meghatározta az életemet. Nem arról kell beszélni, hogy ez mennyire művészileg hozzáadott. Itt arról kell beszélni, hogy akkor érintett meg engemet a zene igazából. Akkor utána, amikor hazamentem, azt mondtam magamban, hogy óriási dolog az, hogy együtt muzsikálhatok valakivel, és hogy én ezt akarom csinálni. És azt is eldöntöttem, hogy én azt a zenekart vezetni akarom, mert az a jó nekem. Akkor én arra rádöbbentem, és elhatároztam, hogy ezen a úton elkezdek menni. És miért pont a Brácsa? Tehát miért, ha hangszereket veszük, miért a Brácsa volt? De én ott akkor hegedültem. Igen, értem, igen? Csak, de aztán Brácsa hát, művészet. Igen, mert már 13 éves voltam, és ugye a vidéki zeneiskolákban nem olyan magas a képzés szintje. Amúgy meg én nem is akartam zenész lenni. Én örültem annak, hogy ha elmegyek zeneiskolába, akkor a tanár elküld virsliért, és akkor nem kell muzsikálnom. Na, és 13 évesen már azért elég későn volt elkezdeni mondjuk hegedülni, mert már konzervatóriumban akkoriban olyan szintű fiatalok voltak, hogy én nagyon le voltam maradva. És elmentem, én akkor elhatároztam, hogy változtatni akarok az életemem, és elmentem Galántára a zeneiskolába. Beiratkoztam, és ott jártam a második ciklust. Azt jelenti, hogy 8. után. Persze, az középiskolában. És ott volt egy nagyon készséges és jó csországi tanár, aki akkor oda költözött Galántára, és azt elvitt engemet
elvitt Pozsonyba a konzervatórium, ezt tanárhoz, Vizsi Pazgyarának hívták. Ő meghallgatott, azt mondta, hogy nagyon tehetséges vagy, el vagyok késve, próbáljam ki a Brácsát. Hogy nincsenek olyan jó, nincs olyan sok olyan jó brácsás, és mostanáig sincs olyan sok olyan jó brácsás, de már akkor se volt, és akkor próbáljam ki, és akkor elkezdtem brácsázni. Volt otthon egy brácsa, és kiderült, hogy mind a két öregapám brácsás volt. Úgyhogy nincsenek véletlenek, és akkor elkezdődött ez az egész, és akkor bekerültem konziba, és már jött, és már jött. Barak Dáviddal Dunaszerdahelyen beszélgetek egy kávézóban. Hát pár évvel ezelőtt biztosan nem mertünk volna itt kiülni és a maffiáról beszélgetni. Dávid, teljes laikusként kérdezem, hogy, áruld ma el nekem, hogy hogy lett Dunaszerdahely a maffia meleg ágya ezekben az években, a 90-es évek végén? Hogy alakult ez? Igazából ennek a szervezetbűnözésnek az evolúciója Szlovákiában az ugye úgy alakult a 90-es éveket, a mecsiarizmus korszakát, mindenki ismeri vagy hallott már róla, ahol igazából az volt a felállás, hogy hát a titkosszolgálat egy elég jó melegágyat biztosított annak, hogy minden egyes régióban megvessék a lábukat. Tehát amikor Mário Puzo regényét olvastam, a Keresztapát, hogy ez valahogy mégiscsak ilyen tűzkeresség ebben a témában, én mindig arra gondoltam, hogy marha menő dolog maffiózónak lenni, és ez a szervezet bűnözésben ügyködni. Tehát mitől maffiózó egy maffiózó? Tehát hogy mivel foglalkoztak? Tehát hogy beszedtek védelmi pénzeket? Vagy, tehát hogy indul el ez az egész szakma? Hát nyilván ugye ezek ilyen bűnözői körök, amiknek az a lényege, hogy szövetséget ápolnak egymással, vagy hát az ő tagjaik az adott szervezeten belül, tehát egy szervezett csoportot alkotnak, és azért alkotnak szervezett csoportot, hogy sokkal nehezebb legyen felderíteni az általuk elkövetett bűncselekményeket. Igazából nyilván számomra is ilyen coolnak tűnt 10 éves koromban, amikor meg ez azért általában ilyen tínédzser fiúk életében eljön az időszak, amikor elkezdenek a maffia iránt érdeklődni, akár könyvek, vagy akár filmek alapján, és abból nyilván coolnak tűhet, csak hát igazából a valóság pedig az, hogy coolnak cool ez az élet, csak vagy nagyon rövid ideig tart, vagy meg később aztán valaki, vagy valami, tehát vagy a riválisok, vagy a rendszer elszámoltatja ezeket az embereket. Itt vagyok, itt állok halkan, leperek számról a szó. Leülök belesni magamba, van-e itt szívkiadó, talán bebenéz. Amikor elhatároztad 13 évesen, hogy ezt a zenekart akarod vezetni, ugye? Tehát, hogy akkor azért voltak vezető ambícióid már akkor is, ugye? Voltak. És azóta azért elég sok mindent vezettél az életedben, ugye? Vezettem, de ennek is vannak előzményei, ugye, hogy ember, ha valamit el akar érni, akkor nagyon sok munkát bele kell fektetni. Táplálni fog téged. Én akkoriban 6-7 órákat gyakoroltam naponta, és mindig jobb és jobb voltam. Ott zenész körökben voltunk, de hát közben játszottam magyar népzenét. Már a Csiholók együttes átment különböző tagcseréken, és nagyon jó zenészeket sikerült összehozni a zenekarba, és kijutottunk Belgiumba. Akkoriban a 90-es, 91-es, 92-es években kinyílt a világ előttünk. És akkor ottani magyarok meghívtak minket muzsikálni, és akkor abból egy stabil pontunk lett, az a Belgium, oda minden 3 hónapban jártunk. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, láttam, hogy működik a világ. Láttam, mi van az, ebből a kommunista országos létből kizökkenteni nyitott világba. Nagyon szép évek voltak, ez végigkísérte az egész konzervatóriumot, közben még már elkezdtünk a Szőtes Kamaratánc együttesbe játszani, ami tényleg egy csodálatos évek voltak, hisz minden hétvégén
jártuk a felvidéki vidéket, falvakat, városokat. Ezek nagyon szép évek voltak. De hát aztán jött a nagykor, ugye? A felnőttem, úgymond. Igen. És mikor megnyertem a felvételt a főiskolára, akkor megnősültem, született gyerekem, és elhatároztam, hogy próbálok valami megélhetés, ilyen stabil munkahely után nézni. Hát szerencsémre megnyertem a felvételét a Szlovák Filharmónia zenekarába, és akkor 97-től 2004-ig ott muzsikáltam. Azok is óriási tapasztalat volt, hogy hogyan működik ez a pont az a világ, amikor nem te vagy, de egy közösségnek a része vagy, és nem azt kell csinálnod, amit te szeretnéd, de azt, ami mondjuk egy karmester mond neked. De hát annak is vannak szépségei, amikor egy játszol egy művet, ahol 60-70 zenész együtt játszik, hát az is fantasztikus dolog. És nagyon kellett az én világomba, hogy ki tudjak teljesülni. Én 2004-ben elhatároztam azt, hogy tovább kell lépnem, hogy az nem én vagyok, és beadtam a fölmondásomat a Filharmóniába. De hát közben már elkezdtem játszani egy nagyszerű külföldi zenekarba Luxemburgba, ahol egész Európából összehoztak zenészeket, de hát olyan zenészeket, hogy a londoni filharmóniában koncertmestere, tényleg fantasztikus magyarországi filharmóniából zenészeket. 17 évig játszottam ott. Na, az volt az igazi nagy iskola, amikor megláttam azt, hogy működik az a igazi nagy művészeti világ, ahol a világ legnagyobb szólistái minden hónapban adták egymásnak a kilincset. Ahol nem volt probléma az, hogy pénz, nem volt probléma semmi, csak oda kellett menni és jót muzsikálni. Mikor jött ez az első élet? Tehát, hogy mikor volt az első, első ilyen behatás, hogy na, most elindulok ezen a kutatási folyamaton, most én ezt megírom. Igazából azért kezdtem el róla ebben a utóbbi időben gondolkodtam, meg szoktam úgy is fogalmazni, hogy belecsöppentem, de amikor így magamban megvizsgáltam ennek az okait, hogy miért csöppentem bele, akkor ez leginkább az volt, hogy én szívesen olvastam volna ezeket a sztorikat, de nem volt, csak senki nem írta meg ezeket. És kb. Emiatt indulhattam el ezen az úton, és ahogy később kiderült, ez aztán lehet, hogy már csak utólag magyarázom bele, de igazából elindult 2018-ban ez a Csallóközi Maffia per, és amiről ugye elkezdtem tudósítani. És tehát volt vagy 30 tárgyalás, amiből 25-ön egyedül ültem a hallgatóság soraiban. Tehát a szlovák újságíró kollégákat még akár érdekelte is volna, ez csak Besztercebányán zajlott, akkor nehéz oda eljutni, messze van, stb. Nem igazán foglalkoztak ezzel. Magyar kollégák között meg igazából nem volt senki, aki ennek így az elejétől a végéig utána járt volna. Úgyhogy igazából így viszont csöppentem bele. És hogy jött az ötlet, hogy a művészvilágból, úgy gondolom, hogy nem kilépve, de elvállalta egy nagyon fontos pozíciót, a Városi Művelődési Központnak az igazgatói posztját Komáromban. Azt gondolom, hogy ha valaki valamit meg akar változtatni, azt nem kívülről, de bévülről kell. Bele kell menni a dolgok mélyébe és megpróbálni saját gondolataidat átvinni és megvalósítani. És mikor kiírták a pályázatot a igazgatói posztra, megpályáztam, megnyertem, és hát bevallom, az első két hét az egy kicsit furcsa volt nekem, mikor bejöttem oda, és úgy nem találtam a helyemet, de gyorsan orientálódtam, sikerült olyan emberekkel körülvenni magam,
akik szakmailag topon vannak, akik tudják, hogy mi a dolguk, és én megbízok bennük. És együtt elkezdtünk járni egy utat, igen, ami szerintem egy város megmozgatott. Igen. De a legfontosabb, hogy a kultúrház visszakapta azt a funkcióját, amiért végül is annak idején jött létre, hogy a közművelődés funkcióját. Ennek a bizonyítéka az, hogy van kb. 80-90 néptáncos, van 30 színjátszó, van majdnem 40 balettos, és ez csak bőven. Hát tulajdonképpen a következő generációra készített fel. És hát ugye, hála Istennek, rendelkezel olyan kapcsolati tőkével, ugye már régen mozogsz a kultúrában, hogy a jó ízlést és a kultúra iránti jó ízlést, azt remekül tudod követni ezekkel az emberekkel, akiket megszólítasz. Így van, és a célom az, hogy egy olyan közösség nevelkedjen itt ki, uh-huh, az a igazi polgári közösség, ami egy komoly erő lesz a város életébe, úgy, ahogy az régen is volt, uh-huh, amit még is érezzük Komáromba, hisz ha jönnek barátaim máshonnan, akkor érzik, hogy itt azért komoly múltja volt ennek a városnak, és ezeken a fiatalon keresztül ezt vissza kell, hogy kapja ez a város, hisz az, aki néptánccal, vagy színházzal, vagy balettal foglalkozik, az egy olyan kezdő tőkét kap, igen, amivel a életébe csak kivirágozni tud utána, ha jó kezeli. Van-e valamilyen egy igazi impressziód, vagy egy olyan intim élményed ezekről a kihallgatásokról, amit úgy elmondanál, ami úgy az nem egy mindennapi, önmagában sem mindennapi, tehát hogy nem egy mindennapos lófrálás ez, de hogy van-e valamilyen olyan sztorid, amire azt mondanád, hogy na igen, ez azért ez kemény volt. Gondolom végig ez volt. Hát vannak, igen, és nem is túl vicces dolgokról van itt szó, mert nyilván tehát vannak a tárgyalóteremben is könnyed pillanatok mindig, mm-hmm, csak aztán ami igazából megragad az emberben, az mindig a tragédiához mm-hmm kapcsolódik. Amikre így tehát kapásból emlékszem, azok általában az áldozatok hozzátartozóinak a reakciói, amik valamikor igazából csak sima magabiztos megnyilvánulások voltak, de valamikor pedig összeomlásoknak lehetett szemtanulja mindenki, aki benn volt a tárgyalóteremben. Hát, és ezek közül igazából leginkább az maradt meg, amikor az egyik áldozat, ez egy pozsonyi gengszter volt, aki egyik szerdahelyi szereplőnek volt a testőre, és őt is meggyilkolták, és behívták az akkori barátnőjét tanúskodni, aki igazából meg se tudott szólalni szinte, amikor elkezdte kihallgatni őt a bíróság. És aztán, amikor vége lett a kihallgatáson, ugye látták, hogy a bírók is, hogy milyen állapotban van, és elengedték, akkor miután kilépett a folyosóra, becsapódott maga mögött az ajtó, és egy ilyen szörnyű zokogásban tört ki a folyosón, és hát akkor így mindenki megállt egy jó fél percre a tárgyalóterembe. Tehát nyilván azok a pillanatok maradnak meg az emberben, amik így visszaadják ennek az egész súlyos történetnek a tragikus oldalát. Hát meg valahogy, mintha szaga lenne ennek. Amikor olvastam, tehát amikor megláttam, hogy mi a címe a könyvednek, Elásott igazság, mm-hmm, rögtön Scorsese film jutott eszembe, a Casino, mm-hmm, ahogy a Los Angeles-i sivatagokba ugye kint elássák az embereket. Miért pont ez lett a címe a könyvnek? Van ebben valami kis párhuzam? Volt több lehetőség is, hogy milyen irányba indulhatnánk el, és aztán azért tartottam ezt a legjobbnak, mert
mert tükrözi, tehát visszaadja ezeknek a maffia csoportoknak a munkamódszerét, mert ugye nem csak, tehát nyilván elásták az áldozataikat szerte a környékünkön, szántóföldek szélén, erdőkben, erdőszéleken, kanális partokon, számtalan helyen el lettek ásva tavakban. Nem nagyon. Lehet, hogy volt ilyen is, de főleg, tehát ez volt az ő munkamódszerük, és amikor ugye keressük a munkamódszer mögött a motivációt, hogy mi lehetett a motiváció, akkor a motiváció mindig az volt, hogy ne derülhessen ki az igazság, mert ezek az emberek vagy tanúk voltak, vagy riválisok voltak, vagy fehér lovak voltak, akiknek a nevére cégeket alapítottak ezek a csoportok. És aztán miután mindenféle gazdasági csalást elkövettek ezekkel a cégekkel, és elkezdte ezeket a fehér lovakat keresni a rendőrség, és utána hát ők gyorsabban találták meg őket, és eltették őket lából, tehát meggyilkolták őket. Tehát úgy gondolom, hogy ez érvényes a utóbbi, hát nem is az utóbbi, hanem mondjuk a rendszerváltás utáni 20-25 év történéseit, ez a cím, ez úgy gondolom, hogy egész jól visszaadja. Robi, mondd már nekem őszintén, hogy mi volt életed legnagyobb dobása? Nem csak arra gondolok, hogy fellépés szintjén, ami itt úgy legszívesebben, ugye a legjobban beléd égett, hogy... Az, hogy van 4 gyereke. Igen, jó, hát persze. De hogy kultúrában, mi volt az életed legfontosabb fellépése? Hát vannak olyan pillanatok, amik megmaradtak. Ugye több ezer fellépés van mögöttem. De amik úgy előre vetítették és előre vitték a dolgomat, az én életemet, művész életemet, az első olyan nagy hely volt, amikor először muzsikáltam a MIPA-ba, Csillog nevű produkció, ahol összehoztunk a komoly zene, a világzene és a népzene nagyjait, és az én műsorom volt, az én zeneszámaimat játszották. Luxemburgban az minden koncert szinte az egy ünnep volt, amikor tényleg olyan szólistákkal játszottam, ami csak olvasni lehet róluk. Ami megmaradt is bennem is, az nem fogom soha elfelejteni, mikor a Balogh Kálmán cimbalom trióval voltunk háromszor Amerikába. Játszottunk különféle helyeken, szimfonikus zenekarokkal is. Aha. De ami megmaradt nekem nagyon, és az nagyon megmaradt, amikor a Manhattani zsidó múzeumban játszottunk a holokauszt napján, és ott voltak a ortodox zsidók, ott ültek, ez volt a ünnepi műsor, és mi három muzsika, és én jiddisül énekeltem nekik azt a dalt, amit megtanultam. Az egy óriási élmény volt, És a következő, ami most aktuális, a legújabb zenekar, az Essencia, ami 5 éve működik, minden évben Zeneakadémián van önálló koncertünk. Hát, szerencsémre sikerült eljutni azokra a pódiumokra, amit világot jelentenek most itt Kárpát-medencében. És azt mondom, hogy ki kell nyílni már a világ, csak hát most a világ egy kicsit bezárult, úgyhogy remélem, hogy egyszer még kinyílik, így van. Mert most nagyon zárva van. Még szerencs, hogy a művészetnek nincsenek határai. Hát, de most látjuk, hogy vannak. Tudod, mi a legfélelmetesebb az egészben? Az, hogy most úgy amilyen higgadtan beszélsz róla, az annyira félelmetes. Bocsánat, tehát, hogy tényleg, ami, tehát, hogy ez tényleg mainstreamen beszélsz, tehát, tehát olyan, hogy ilyen nagyon egyszerűen beszélsz nagyon kemény dolgokról, úgyhogy szerintem te nagyon mélyen benne vagy ebben. Ettől nem lehet jobb, tehát ettől jobb audiovizuális élményt nem kaphattam. Tehát komolyan. Igen, hát ez a kimértség egyébként az elég fontos ebben a témában, mert és ha már így a mainstreamnél tartunk, ugye nem lehet anélkül hitelesen elmesélni valamilyen történeteket, hogy ne említsük meg a valós személyek, szereplők nevét.
tehát az én könyvemben is névvel szerepelnek a szereplők, és pont ezért is nagyon fontosnak tartom azt, hogy és ez amúgy nem volt szándékos, ez inkább ilyen zsigeri ösztön volt, hogy magában a szövegben ne lehessen érzékelni azt, hogy bármelyik szereplő irányába bármilyen érzelmet táplálok, vagy hogy bármilyen formában... Hogy drukkolsz, vagy tehát, hogy nincs. Így van, vagy hogy mondjuk ítélkeznék. Meg eleve igazából, tehát ez nem, sajnos nem egy vidám téma. Úgyhogy ezek elképesztő szörnyűségek, amik családok, lehet, hogy százait traumatizálták. Úgyhogy mindenképpen méltóság teljesen kell hozzáállni szerintem a témákhoz, úgyhogy az ember ne akarja megsérteni senkit emberi mi voltában. Egy eddig elmeséletlen sztorit. Szerinted vége van? Elmesélni. Nincs, ugye? Az úton van. Uh-huh. Bocsánat, meg kell kérdeznem. Nem félsz? Nyilván az ember elgondolkozik el a félelmen, de ami viszont szerintem, vagy legalábbis én arra jutottam, hogy döntés kérdése. Tehát el kell döntened, hogy félsz-e vagy nem. Mert hogyha félsz, akkor az... Tehát nyilván az újságírás kevésbé, a könyvírás az valamilyen téren alkotói munka. És hogyha alkotói munka közben félsz, akkor azt minden egyes pontos veszőn érezni lehet majd. Úgyhogy nem szabad félni. Hát, kemény szavak ezek. Az már biztos, hogy folytatni fogja Dávid a maffia történetének kutatását, és remélhetőleg egyszer pont is kerül a végére. És hogy mit kívánok Robinak? Hát még sok-sok felejthetetlen fellépést és remek programokat a VMK-ban. Én ott leszek, pontosabban már ott is vagyok persze. Viszlát legközelebb is!